Önfelett legózás. A Play Day mi másról szólhatott volna, mint a játékról. A Lego csapat összes alkalmazottja a világon közel 18 ezer ember játszott együtt augusztus 26-án. A multinacionális cég nyíregyházi telephelyén 2500-an találtak maguknak kreatív elfoglaltságot ezekben a sátrakban. Lehet például olyan járgányokat építeni, amiket aztán egy rámpán legurítva át kell ugratni egy tűzkarikán, ez talán látható itt mögöttem. Emellett vannak sorversenyeink, van egy zöld kockatengerünk, ahol sok millió kockából lehet bármit építeni. Óriási Lego mozaikokat építünk minden sátorban, ami azt jelenti, hogy sok ezer darabból álló mozaikokat raknak itt össze a dolgozók. És hát vannak egyébként olyan gyerekkori játékok, amiket úgy állítottunk össze, hogy valószínűleg mindenki emlékszik rá, mondjuk az általános iskolából, a nagy szünetből, de azóta valószínűleg nem is játszotta már őket. A dán vállalat tulajdonosainak kezdeményezésére szervezik meg a Play Day-t minden évben egyszer, amikor is azok, akik a gyerekeknek gyártanak játékot, átélhetik azt az élményt, amit ezek a kiskockák nyújtanak. A nyíregyházi üzemben naponta 70-75 millió Lego és Duplo elem készül el, és százezres nagyságrendben szállítanak ki dobozokat. A cég bővülni fog gyártókapacitását és foglalkoztatotti létszámát is növelni fogja a következő két évben. A szorgos hétköznapokban ezeken a fejlesztéseken dolgozik Komlósi György, projektmenedzser, aki most egy napra félretehette a tervezést. Sikerült így együtt látni az összes dolgozót, aki részt tud venni és együtt tud játszani. És most azon a helyen folyik ez a játék, ahol a közeljövőben reményeink szerint 2018-ig egy új gyártócsarnokot valósít meg a Lego, ahonnan a világ nagy részét el fogja tudni látni Nyíregyházán készülő játékokkal. A Lego köztudott, hogy készségfejlesztő játék, gyerekkorban leginkább a finom motoros mozgást fejleszti, de a felnőtteknél a kreativitást ugyanúgy. Ez is kiderült a vállalat játékos napján.